Én is álmodtam egyszer egy Carlosról, de őt rég eltemették. Akit itt látsz, az már nem az. Isten, ilyen szép ötlet volt a szabadság, de gyerekes. Elmúlt. Gyerekes. Nincs egyetlen hely, egyetlen se, ahol ne üzz el innen. Kérlek, Rodrigo, hidd azt, árva gyerek vagyok. Én nem tudom, mi az, hogy apa. Én egy királyfi vagyok, de... Értelek. Élményre zuhantam. A gyerekkorunkra kell emlékeztesselek. Nagyon fájt, hogy olyan semmi voltam szellemed árnyékában. Így kezdődött Posa Márki és Don Carlos párbeszédének próbája a Don Carlos című dráma olvasó próbáján. A Móri Zsigmond Színház ezúttal Schiller klasszikus, öt felvonásos drámáját dolgozza fel. Don Carlos Hamlet vagy Bang Bang mellett a drámairodalom egyik legismertebb, vívódó hőse. A spanyol fiatalember Európán átívelő ambícióit és romantikus álmait épp zsarnoki apja akadályozza meg. Nem szeretnék prekoncepciókkal nekiállni a történetnek, én nagyon bízom benne, hogy a Mátéval együtt közösen fogjuk tudni kidolgozni azokat a pontokat, ahol a személyiségem találkozik az általa elképzelt és a Schiller által megírt figurával. Szóval ilyen értelemben nem szeretnék nagyon... előzetes becslésekbe bocsátkozni, hogy hozzám ez mennyire áll közel. Ez a próba folyamat alatt fog kiderülni, nekem is akkor kell megkeresni, hogy mennyire is áll hozzám közel, és a végeredmény az kell legyen, akárhogy is írta meg a Schiller, hogy egy olyan alakítás szülessen, egy olyan Carlos szülessen meg, amelyik közel áll hozzám, amelyiket magamból fogalmazom meg. Tehát ez minden értelemben célkitűzés, más nem lehet. Ha elhagyjuk a kor jellegzetességeit, egy minden ízben kortárs történetet kapunk, ahol az apák generációja csap össze a fiúkéval. Az ifjak más értékrendet képviselnek, az ellentmondásos viszonyok sűrűjében áhítoznak a szeretetre. Még a legsemlegesebb álláspontot képviselőnek is életveszélyes játszmákat kell vívnia. A témát nagyon szeretem. Nem találkoztam még, tehát nem játszottam még a Don Carlos, más Schillereket igen. De valaha régen olvastam, és az operát nagyon szeretem. Ugye hát az kis apró különbségek vannak a kettő között. De hát nagyon szeretem a darabot, a téma nagyon közel áll hozzám, mindig ezeket szerettem volna. Most már pláne, hogy múlnak az évek, akkor meg ez ilyen nagyszabású, sok mindenről szóló, nagy érzelmek, komoly, van ebben minden. Amit én szeretek, például hit, szerelem, komoly dolgok a becsületről, hazaszeretetről, emberi tartásokról. Tehát egy nagy, klasszikus, romantikus Schiller. Imádom. A számos izgalmas, összetett, drámai szépségű karakter felvonultató alkotást a Nyíregyházán most először dolgozó Szabó Máté rendezi.